Jó estét kívánok! Április 3-án lesz a választás, ez a lehető legközelebbi időpont. Sokaknak nem volt egyébként meglepetés, volt, aki ezt jósolta, vagy vélte tudni. Erről fogunk beszélgetni először mai vendégeimmel. Köszöntöm Bősz Anettet, aki a Liberálisok országgyűlési képviselője, Barna Zsuzsát, aki újságíró, és Varga Lászlót, aki országgyűlési képviselője az MSZP-nek. És mielőtt beszélgetünk róla, megmutatunk egy Facebook posztot. Orbán Viktor nagyon hamar posztolta, ugye szinte azonnal ezt, hogy akkor ott leszünk április 3, és én ahogy most ránézek egyébként a Facebook oldalára, egy óra telt el körülbelül a poszt óta, és a friss adatok szerint csak nem 3000-en szóltak már hozzá, megosztották már csak nem 1000-en, lájkolták 15000-en. Jó vagy rossz, kinek kedvez, vagy kinek hátrány a korai időpont? Hát nekem az első, ami eszembe jutott az április 3-ról, hogy bocsánat, de hogy erről az április 4-ről is fog valamilyen ének szólni majd biztos. Igen. Ez egy kicsit rossz ízű, de... Zárója bezárva. Én azt gondolom, hogy az első lehetséges időpontra készen kell állni az ellenzéknek is. Így is készültünk, így is gondoltunk választásra több kampányfelkészítőnk lezajlott már. Én szerintem most még egy fokozattal feljebb kell kapcsolni, és nagyon nagy erővel kampányolni. Az, hogy ilyen gyorsan lereagálta a miniszterelnök, hát nem tudom, biztos gyorsak a kollégák, vagy esetleg sejtetett valamit, más jellegű információ is lehettek. Nagyon nem vagyok én sem meglepődve, én magamban erre készültem lelkileg, úgyhogy nincsen gond, megyünk előre. Anett. Ez így igaz, tényleg erre készültünk gyakorlatilag az egész ellenzékkel, nem csak lelkileg, hanem úgy egyáltalán is. Szerintem abból a szempontból egy nagyon jó hír, hogy a lehető legközelebbi időpontra vagyunk a kormányváltástól. Ez egy szuper jó hír, és valóban, amit Laci mond, az azért fontos, mert készen kell állni mindig arra a feladatra, amiről most már álmodozunk lassan 12 éve, és a valaha volt legfelkészültebb állapotában van egyébként az ellenzék, úgyhogy az az egy hét ide vagy oda, hogy április 3 vagy április 10, az szerintem teljesen mindegy, nagyon örülök egyébként neki, hogy ez egy ilyen rövid, feltétlenül intenzív kampány lesz egyébként. No igen, mire lehet számítani akkor a következő hetekben, hiszen egyáltalán számít-e az időpont, hogy most az április 3 vagy akár hanyadika, másrészt kívülállóként azt látja az ember, hogy na most áll össze igazából az ellenzék, most áll össze a csapat, elég idő ez? Én is azt akartam mondani az imént még, hogy kicsit komolyra fordítva ezt a nagyon rosszul sikerült viccet, hogy én azért nem örülök annak, hogy ez ilyen korán van, mert én azt látom teljesen kívülállóként, hogy le van maradva valamilyen szinten az ellenzék, tehát hogy az elmúlt hetekben, vagy hát januárig nem igazán hallottunk az előválasztás után, csend volt, néha valaki megszólalt, mondott valamit, de tehát hogy nem tematizálták a közbeszédet egyáltalán. És ennek én nem örülök, mert én közben meg azt is gondolom, hogy még egy hét is idő, tehát még egy hét alatt is egy kampányban főleg annyi minden történhet, meg annyi minden kiderülhet. Úgyhogy én nem örülök annak, hogy ez ennyire korán lesz. Jogos a kritika? Ez való igaz, hogy külső szemlélődő számára ez tűnhetett így, ugyanakkor nagyon sok volt ez a láthatatlan munka, amit az ellenzék ebben az időszakban elvégzett, és én hiszek abban, hogy ez úgy fog hatni ránk, mondjuk nagyságrendileg a hónap közepétől, én számítok erre, és örülök, hogy ennyire bólogatsz, mint amikor az alapozásnak az eredménye egyszer csak megmutatkozik a versenyidőszakban. Azt sosem látja senki, amikor a hanyadik fekvőtámaszt nyomjuk le, vagy a hanyadik kötelet mászuk. Az érdekel, hogy akkor, amikor az első fogásnak, vagy az első dobásnak ott az ideje, akkor azt éppen meg tudjuk-e tenni a tatamin, vagy sem, hogy ilyen dzsúdós nyelven fogalmazzak, de egyébként az történik, hogy tényleg az utolsó simítások ott vannak, gyakorlatilag hasonlít koalíciós tárgyalásokhoz a programalkotó folyamatnak itt az utolsó pár órája szinte, és most itt tényleg órákban mérjük már az időt. Ez szerintem egy nagyon fontos lépés, mert azt tudjuk vele üzenni egyébként a választóknak, hogy április 3-át követően viszont nem lesznek köztünk viták. Ez szerintem egy sokkal fontosabb munka volt, mint mondjuk az, hogy adott esetben látványos akciókat hozzunk itt az adventi időszakban, vagy az első két alvós januári héten az emberek életébe.
Azért ugye tapasztaltuk azt is, hogy még ellenzéki területen is kiszivárgott vagy nem kiszivárgott kvázi üzengetések voltak ez alatt a viszonylag csendes időszak alatt. Az, hogy április 3-án egyébként egyben megtartják a gyermekvédelmi törvényes népszavazást, az erősíti a Fidesznek a kampányát, illetve van-e esély arra, hogy a másik ellenzékiek által ugye a Fudanos népszavazás is bekerüljön ebbe a kalapba? Hát rajtunk ez nem fog múlni, győzelővel zajlik a gyűjtés. Most hol tartunk, ilyen 120 ezerről lehetett olvasni? Most mai pontos információim nincsenek, ez a legutolsó nekem is, de hát én úgy érzem, hogy egyre többen jönnek, és Miskolcról azt tudom jelenteni, hogy nagyon sokan jönnek az irodákba, a kitelepülésekre. Márki-Zay Péter is volt nálunk pénteken és szombat reggel is, úgyhogy több eseményt tudtunk vele szervezni. Most ha jól számolom és így végig gondolom, akkor február 12-én akkor kampány indul, úgyhogy fejbe jól gondoltam végig ebbe az egy-két órába. Tehát van nagyjából egy hónapunk a kampány kezdetéig, és ez nyilván az aláírásgyűjtés kezdetét is jelenti, az ajánlásgyűjtés kezdetét. Szerintem időbe vagyunk, de nagyon koncentrált és megfeszített munka szükséges, és nyilván innentől az egység kifele kommunikálása. Azt, hogy egyébként vannak viták, ezt én nem tartom feltétlen károsnak. Néhány elemét lehet, de úgy általában, mint helyzetet nem tartom károsnak, mert ez egy demokratikus közösség. Itt helye van a vitáknak. Nyilván a Fideszben, ami nagyon egy ilyen diktatórikus, erős kézben tartott vezetéssel működik, hát ott nyilván nincs helye a vitáknak ilyen értelemben, ez is a probléma vele. Nekem is ez is a problémám többek között azzal, ahogy Magyarország ma működik, de onnantól, hogy az utolsó simításokat is elvégeztük a következő napokban, egy-két hétben, onnantól egy egységben megyünk a győzelem irányába Magyarországért. Zsuzsa, te hogy látod ezt? Egyáltalán itt akkor alig két hónapról beszélünk igazából, ami utakampány időszak. Két is fél. Én arra a kérdésedre nem is válaszolnék, mert nem tudok, de reagálnék, hogy mi az értelme annak, vagy mennyi a jelentőség annak, hogy ez egy napon lesz. Ugyanis, hogy ezt én sem értem. Mert az ember mindig, hát legalábbis én már mindig valami mögöttes szándékot mindenbe feltételezek, mert azért nagyjából utólag mindig kiderül, hogy kell is, vagy hogy van is. Tehát, hogy azon kívül, hogy ez így olcsóbb, mert ha már azt úgyis megtartják, akkor nyilván olcsóbb, hogyha egy napon. Mi értelme lehet? Tehát nekem ilyenek vannak a fejemben, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy ugye az egyikkel hergelik az emberek, most a Fudanos népszavazást tegyük félre, de hogy az egyikkel hergelik az embereket a melegellenes népszavazással. És hogy ha már oda elmegyek és behúzom, hogy de ne menjen LMBTQ a nem tudom iskolába, akkor hogy nagyobb eséllyel tölti ki a másik szavazólapot is, vagy ezt most a politikust kérdezem mindkettőtök. Hát vélhetően egy ország. Egyáltalán igen, mi a nagyon mozgató? Egy népszavazás, ami mondjuk egy erős kérdést vet fel, vagy maga a választás? Hát az országgyűlési választásoknak van mindig a legnagyobb részvételi aránya, tehát ez látszik. Igen. Jóval magasabb, mint akár egy népszavazás, vagy egy önkormányzati választás. Ugye, ha emlékeztek, akkor a legutóbbi ilyen indulatkeltő, vagy hangulatkeltő népszavazása az a menekültek ügyében volt, amikor hasonlóan hazug kérdést tett fel a jelenlegi kormány, de nem ért el az érvényességi küszöböt a részvétel. Ezt nem akarja magának még egyszer megengedni a Fidesz. Én ezt az egyik mögöttes tartalmat látom, illetve a kampány zászlós hajója az a következő lehet, hogy lám ez az ellenzék még a gyermekeket sem akarja megvédeni. Én a következőképp reagáltam, hogy a hivatalban lévő egyébként KDNP-s országgyűlési képviselőnek küldtem egy nyílt levelet az ügyben, hogy amennyiben neki valóban fontos a gyermekvédelem, úgy nagyon fontos lenne megerősíteni azokat a jelzőrendszereket, amelyek például a családon belüli bántalmazást tudják mutatni, amelyek az elhanyagolt gyermekek esetében tényleg jeleznek a gyámügy felé, segítik adott esetben a szülőket abban, hogy helyrehozzák a mentális vagy az anyagi problémáikat, és mondjuk időlegesen emelik csak ki a gyermekeket. Tehát nagyon sok téma lenne, ami valódi gyermekvédelem. Én szerintem nekünk most azt kell megmutatni, hogy ez csak gyűlöletkeltés, amit a Fidesz csinál. No, és hogy mennyire zavarja be a kampányt egyébként, avagy sem, Gattyán György megjelenése, erről fogunk beszélgetni egy rövid összefoglaló után, megnézzük, hogy ki mit gondol erről, hiszen az ellenzék úgy tűnik, hogy elhatárolódik, vagy nem veszi komolyan az ő személyét. Nézzük meg. A közbeszerzési eljárások átalakítását és a közmédia állami támogatásának csökkentését is tartalmazza az az 5 pont, amit nyílt levelében írt az ellenzéki összefogásnak Gattyán György.
A milliárdos állításai szerint a kormányváltást szeretné, ezért arra kéri az ellenzéket, támogassák őt és kezdjenek tárgyalásokat. Az Egységben Magyarországért ezzel kapcsolatos megkeresésünkre úgy reagált, aki Magyarország digitális stratégiájának kidolgozására ajánlkozik, felhívnánk a figyelmét az elektronikus levélre, mint kapcsolatfelvétel korszerű digitális módjára. Az LMP társelnöke Egyenes Beszéd című műsorunkban jóval szigorúbban fogalmazott Gattyán törekvéseivel kapcsolatban. Egy kívülről jött ember, aki még egyszer női testek kizsákmányolásából szerezte a milliárdjait, nekem ez a tényleg nincs dolgom. De nem a Gattyány vezette kis párt az egyetlen, amely a két nagy tömb, a Fidesz-KDNP és a hat párti összefogás mellett indulna a választáson. Elég a Covid diktatúrákból plakáttal kampányol a Mi Hazánk mozgalom, vezetőjük 7% fölötti eredményre számít tavasszal. Szanyi Tibor alkalmatlannak látja az ellenzéki összefogást, így esélyesként látja pártját az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat tavasszal. Talán egyébként a legnagyobb vitát Gattyán György megjelenése kavarta az elmúlt napokban, és hogyha megengeded, Zsuzsa, először a politikusokat kérdezem arról, hogy mi az ő véleményük az ő megjelenéséről. Van itt, aki úgy véli, hogy a Fidesz van mögötte, ugyanakkor miért lenne érdeke a Fidesznek, hogy akár tőlük is szavazatokat vigyen el Gattyán György? Nem viccelek, hogy a legnagyobb jó indulattal szemléltem először ezeket a videókat, amik megjelentek Gattyán György részéről. Sőt, amikor azt mondta, hogy ő fölvenni akár a kapcsolatot a 106 körzetben azokkal az alkalmas jelöltekkel, én azon a ponton éreztem egy olyan lehetőséget, amikor lehetett volna a háttérből elkezdeni tárgyalni. Ezek a sajtón keresztüli üzengetések akkor, amikor egy hónapon belül kezdődik az aláírásgyűjtés, és akkor, amikor ez az ellenzéki szövetség egyrészt végig küzdötte magát a rabszolgatörvény ellenes tüntetésektől kezdődően azokig az önkormányzati választásokig, ahol számos településen született ellenzéki siker. Utána végig küzdöttük magunkat az egyébként jól lefektetett szabályrendszerrel működő, és azt hiszem, hogy mondhatom, hogy békében zajlott, oké, voltak surlódások, de békében zajlott előválasztási folyamaton. Ezek után Gattyán György így érkezik meg. Én azt gondolom, hogy tényleg az első gondolatom az egy nagyon jó szándékú és egy nyitott gondolat volt, de ezzel a magatartással egészen biztosan nem fog tudni jót cselekedni az ellenzékkel, és a kormányváltás ellenében cselekszik most már, akár ez volt az eredeti szándéka, akár nem. Egyetért ezzel? Abszolút, és a kronológiát is jól mondtad szerintem. Én emlékszem arra a hangulatra, ami a 18-as országgyűlési választások után volt. Az követő hetekben nagyon komoly tömegtüntetések voltak Budapesten és egyébként vidéken is. A Miskolcon mi azt láttuk, hogy 60% fölötti szavazatszámot kaptak az ellenzéki jelöltek, gyakorlatilag kétharmadot, és mégis a Fidesz képviselői szereztek mandátumot. Tehát nagyon világos volt az, hogy mennyire más lett volna már 18-ban az eredmény, ha van együttműködés az ellenzék erői között. Az emberek hamarabb jutottak el ide, mint a politika sajnos, de végigjártuk ezt az utat. Azt gondolom, hogy mondhatom, hogy közösen, és megérte már idáig is, ezt tudom mondani. Valóban a tömegtüntetésekkel kezdődött, utána a rabszolgatörvény eltörlésért való demonstrációkkal, és nagyon kemény volt az önkormányzati választásokra való felkészülés is, és már nagyon komoly sikereket aratott az ellenzék. Nagyobb városokban főleg természetesen, illetve fővárosban. És Gattyán György személye ebben zavar? Hát azt gondolom, hogy ez egy világos folyamat volt, ez egy látható folyamat volt, nyitott folyamat volt, bárhol, bármilyen ponton ebbe be lehetett csatlakozni. Az előválasztás szabályrendszere is világos volt, ami úgy indult, ugye emlékszünk a hat pártra, hogy egyébként az akkor közvéleménykutatásokban mérhető pártok fogtak össze, de még ezt követően is az előválasztás szabályrendszere teljesen nyitott volt, lett a civilek irányába, a független jelöltek irányába, egy kisebb párt irányába is, tehát azt hiszem, hogy amennyire lehetett ezt tényleg nyíltan csinálta az ellenzék, jól felépítve,
És hogy a második forduló után, amikor tényleg ezek a jellegű vitáskérdések lezárulnak, és fordulunk a programvitára és egyéb dolgokra, akkor bejönni egy ilyennel... Lehet úgy is ezt felfogni, hogy most már legalább tudja, hogy kivel kell egyébként tárgyalni, de hogy jusson Zsuzsai szóhoz. Te mit gondolsz egyébként az összeméről? Újságíróként szerintem sokan úgy voltunk, legalábbis az elején, hogy így nem tudtuk, hogy ezt most komolyan gondolja, tényleg, de hát úgy tűnik, hogy tényleg. Te hogy voltál? Nekem két dolog jut erről eszembe. Az egyik az, hogy Kanász Nagy Mátéval mélyen és szívemből egyetértek. Azt gondolom, hogy aki a nők kizsákmányolásából lett milliárdos, annak nincsen helye a politikában, egész egyszerűen nincsen, teljesen függetlenül attól, hogy akkor ő most a Fidesz malmára hajtja a vizet. Csak a platformot tudjuk, az bőven elég ehhez, de most nem erről beszélgettünk, nem. Tehát ezt tegyük félre. A másik, ami meg eszembe jutott, és ez meg a pont az előző kérdésedre a válasz, hogy szerintem teljesen átlátszó volt az első pillanattól. És pedig több okból is volt átlátszó. Egyrészt azért, ami itt is már elhangzott, hogy miért pont most, meg addig miért nem. De másrészt, hogy csak azt nézzük, hogy ez a megoldás mozgalom, ugye, ami a Mindenki Magyarország a mozgalomra, ez az MM-re hasonlít. Az egész, ahogy ő bejött. És miközben ez az öt pont, amit ő ajánlott, tehát nem mond ő hülyeségeket úgy egyébként, szóval ezek tök normális felvetések, de ettől függetlenül is, és akkor még aztán tegyük hozzá, hogy az ő pártelnöke, azt hiszem a Viktor Orbán. Van is egy fotónk egyébként, igen, a Huszár Viktor, aki egyébként alelnökként van meghatározva, kocint egy eseményen Orbán Viktorral, itt láthatják a fotót egyébként a nézők is, és akkor nagyon röviden, viszont szeretném, hogy arra reagálnának, hogy jó, de a Fidesznek miért érdeke, hogyha ő egyébként, a Gattyán György személye, akár tőlük is elvonhatna szavazatot? Hát a legnagyobb problémánk ugye az volt a választási rendszerrel, hogy ugye egyfordulós, és tulajdonképpen a koalíciókötést, a szövetségkötési rendszert azt le kellett modelleznünk. Ez lett az előválasztás végül egy hosszú folyamat után. Ma készen állunk, tehát készen áll a konstrukció. Ezt várták tőlünk a választóink. A legnagyobb tisztelettel és alázattal végigmentünk ezen az úton. Én azt várom önmagunktól is, hogy most már a vitákat egyel hátrébb szorítjuk, és tényleg egységben Magyarországért megyünk előre. Azt kell érteni a választóknak, hogy innentől minden olyan szavazat, ami hát kamupártokra, vagy kisebb pártokra megy, az elvesztegetett szavazat. Az ellenzék előállította azt az egységes konstrukciót és szövetséget, amire a kormányváltást akarók kell, hogy szavazzanak. Anett, egy mondatban a Fidesznek ez nem káros, hogyha valóban ők állnak mögötte? Én azt hiszem, hogy már a Fidesznek megvan a maga tábora, azt kell mozgósítaniuk. Mindenki más, aki szétszalad, az ő hatalma maradásukat segíti szavazó cédulán. No, akkor ezzel a véleménnyel zárjuk, és akkor innen folytatjuk nem sokára. És folytatjuk a beszélgetést Barna Zsuzsa újságíróval, Bősz Anettel, aki a Liberálisok országgyűlési képviselője, és Varga Lászlóval, aki az MSZP-nek az országgyűlési képviselője. És a következő témánk az a megszorítások, mert hogy az ellenzék szerint komoly megszorításokra készül az Orbán kormány, és mindjárt megkérdezem mindenki véleményét, előbb nézzünk meg egy rövid összefoglalót erről, hogy ki mit gondol. Elszabadult inflációról, magas üzemanyagárakról, zsebünkön érezhető megszorításokról beszélt az Egyesült Ellenzék keddi sajtótájékoztatóján. A Fidesz a válság alatt hát csúcsra járatta a haverok pénzelését, aztán egy hatalmas költekezésbe kezdett. Majd a kormány év végén bejelentette a 2022-es költségvetést érintő 755 milliárdos megszorító csomagot. Eszerint kevesebb jut majd Paks 2-re, fővárosi és turisztikai fejlesztésekre, de foglalkoztatási támogatásokra is. Az MSZP politikusa szerint még a munkahely támogatási alapból is kivesz a kormány. Az LMP-s Hon Krisztina arról beszélt, hogy a megszorítás miatt a fiatalok nyelvtanulási lehetőségei és az egészségügyi fejlesztések is veszélybe kerülnek. A Jobbik alelnöke az önkormányzatokat érintő megszorításokra emlékeztetett. Dudás Róbert szerint, ha az önkormányzatok kiesett bevételeit nem kompenzálják, csődbe mennek. Az ellenzék adócsökkentést és egyenlő bánásmódot ígér.
A Fidesz úgy reagált, megszorításokat a baloldal szeretne. A 13. havi nyugdíj, az adócsökkentések és a minimálbér eltörlésével, valamint az egészségügy fizetőssé tételével. A baloldal szerintük költekezésnek nevezi a kormány adóvisszatérítését, az adócsökkentést, a nyugdíjprémiumot, a minimálbér emelést és a fizetésemelést. No, hát igen, úgy tűnik, hogy van két oldal, vagy két mondás, mint hogyha nem egy azonos univerzumban lennék, és Lászlót kérdezem elsőként, hiszen láthattuk, hogy gyakorlatilag onnan a sajtótájékoztatóról érkezett hozzánk. Úgy fogalmazott, hogy csúcsra járatta a haverok pénzelését a Fidesz. Hát nyilván hallhattuk az elmúlt 2-3 évben is azokat az ügyeket, amik elsősorban a klientúraépítést, az oligarchákat szolgálták. Aztán láthattuk az elmúlt 2 év költekezését. Csak egy információ. Két legnagyobb hiánnyal záró költségvetés valaha Magyarország életében, a 2020-as, meg a 2021-es. Tehát azt hiszem, hogy többet erről nem is érdemes mondani. 5100 milliárd, vagy mennyi jött ki most? Így van, 5100 valamennyi. Durván, igen. Mindemellett rekordon az államadósság, több mint egy évtizedes távlatban rekordon az infláció, és gyengül a forint. Tehát, hogyha ezeket így együtt nézzük, azzal a költekező hullámmal, ami egyébként 11-12 év jogos szociális igényeit pótolja, tehát ezt nem vitatom, hogy természetesen vannak ebben olyan jóléti döntések, amik fontosak, de hát miért pont most? Tehát, hogy miért nem 2 évvel ezelőtt? Miért nem 3 évvel ezelőtt? Tehát már ez önmagában gyanús lenne. Az infláció és a forint az azonban nem lehetett, nem stabilizálódott az elmúlt időszakban, ezt látjuk, tehát az infláció az egekben, a forint meg gyengül. És ezután jelentettek be egy ilyen nagyon komoly megszorító csomagot, én ezt már csak úgy hívom, hogy Orbán csomag. Tehát ez nem a jövő, ez már van. Tehát ez a 755 milliárd bejelentése került, már olyan ügyeket is, olyan területeket is érintve, mint a beruházás ösztönzés, a foglalkoztatás támogatása, de itt a munkahely alapú társadalomról, de már egyébként stadiont is. Tehát, hogy most érezzük, hogy mekkora a baj akkor. Érzi-e egyáltalán a választópolgár, hát, hogy itt most megszorításokról beszélünk, és közben ő azt látja, hogy az van kommunikálva, hogy itt nyugdíjprémium van, hogy az SZI-t visszaigényelhetik egyébként a családosok. Tehát, ahogy Csifrin András az inflációt érzi. Az inflációt biztos, lehet, hogy érzi. Csak mellette egyébként pedig a kulturális szektor, szociális szektor dolgozói béremelésre számíthatnak. Van, aki szerint Schiffer András fogalmazott ugye a Spirit FM egyik műsorában, hogy ez a választás szerinte egyébként egzisztenciális alapon dől el, és valami ilyesmire gondolt ő, hogy most hirtelen mindenki azt érzi, hogy van a zsebébe valami, aztán, hogy most a megszorítások hova gyűrűznek, mikor érezhető ez? Én is ezt látom egyébként, abszolút ezt gondolom, hogy a megszorítások például, ha csak egy példát veszek, ugye, mert a legnagyobb részét nem is tudjuk, hogy mi az, amit elvesznek, mert 400 milliárdot úgy, hogy nem tudjuk, hogy egyébként az mire ment volna. De hogy, tehát például az egészséges Budapest program, ami annyit jelent, hogy 13 milliárd forintnyi fejlesztés majd nem valósul meg, vagy azt az eszközt nem kapják meg, tehát nem lesz ilyen értelemben rosszabb. Tehát fizikailag nem veszi fizikailag észre. Nem lesz rosszabb, azt nem veszi észre, mert azt senki nem veszi észre, hogy itt amúgy lett volna egy lélegeztetőgép, vagy egy nem tudom mi, de most így nincsen. És közben meg a másik oldalon meg ott van, hogy de a nyugdíjas néni megkapta azt a 60 ezer forintot, vagy nem tudom mennyit. Tehát, hogy én azt látom ebben a megszorító csomagban, mert részletesen végignéztem, hogy ez miből áll, és hogy mi az, amit elvesz. Hogy ennek azért a nagy része nem látványos. És az pedig, hogy a fiatalok SZI-ja, a nyugdíjprémium, a béremelés, az olyan értelemben látványos, hogy egyrészt azzal lehet haknizni, lehet rá mellett verni, és ténylegesen most az inflációval együtt is, de akkor is több pénzt fog kapni. És nem fogja kiszámolni, hogy abból eddig mennyi kenyeret vettem, és majd most mennyit fogok. Fizetésemelés, de jó. Nyugdíjprémium, de jó. Szerintem 3 dolog fontos. Az egyik az, hogy amelyik kormánynak 12 év kormányzás után egzisztenciális alapokra kell helyezni a szavazatoknak a megvásárlását, az önmagáról mond ítéletet. Tehát szerintem ez egy országkép, hogy adott esetben néhány 10 000 forinttal szavazatot lehet vásárolni, ugyanakkor azt mondja, hogy hazánk társadalma egyébként egy szuper jó állapotban van, ez nem igaz. Gyakorlatilag a saját hazugságáról rántja le a leplet az Orbán kormány. A másik az, hogy nagyon jó volt, hogy ennyi adatot soroltál, de azért azt mondjuk, egy lélektanilag egy olyan határt lépett át az államadósságunk nominális értékben, 42 ezer milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy az egy dolog, hogy egy évtizedes történelmi csúcs ez is, de
csak egy kicsivel haladta meg a 21 ezer milliárdot a 2010-es, amikor egy olyan világgazdasági válság után voltunk, amit szintén nem látott még a világ, és ami fölött úgy is állt egyébként nagyjából a nemzetközi piac, hogy kevésbé tudta lereagálni jól, mert most például az Európai Unió összefogásának köszönhetően az európai országok már elkezdték önmagukat kirángatni a gödörből. Az Orbán kormánynak ez nem adatik meg, mert a jogállamisági mechanizmus miatt visszatartják ezt a pénzt. Azt gondolom, hogy ez a megszorítás azért van, mert Varga Mihály felismerte, hogy nem is fogjuk már megkapni. És de ezért is a kormány. Hogyha azt mondjuk, hogy államadóság, még ilyen nagy számokat mondunk, akkor ugye szakértők azt szokták mondani, hogy ezt az egyszerű ember, vagy nem is az egyszerű, a választópolgár, vagy én magam sem biztos, hogy fel tudjuk mérni, hogy az mit jelent. Azt pontosan tudja mindenki, hogy hány ezer forintot fog visszakapni, amikor visszaigényli, vagy az anyukám megkapta a nyugdíjprémiumot. Ezeket mind értik. Tehát hiába tűnik jogosnak, vagy jogos az ellenzéknek az érve, és szerintem egy oldalon állunk, vagy ugyanazt próbáljuk mondani Zsuzsával, attól még valóban nem biztos, hogy érzi az ember. Ez világos, és nekünk a feladatunk, hogy ezt lefordítsuk. Egyébként ez a folyamat nem csak most kezdődött, mondok egy példát. Az önkormányzatok forrás elvonás, az nagyon hosszú ideje zajlik. Ugye az önkormányzati választás után az eredményekből ezt a következtetést vonta le sajnos a Fidesz. 500 milliót vont el a miskolci tömegközlekedés finanszírozásából. Emiatt kevesebb busz, kevesebb villamos tud járni. De természetesen az emberek elvárnak bizonyos szolgáltatást. Sokat mindenki egy-egy önkormányzat területén él. Én csak azt állítom, hogy valóban közvetett ez a csomag is jelentős részben, olyan közvetett módon szorít meg egyes területeken, amit nem közvetlenül érez a választópolgár, de megszorít. És ezt érzem az önkormányzatokat érintő megszorításoknál is. Végső soron az embereket érintő szolgáltatásokból veszel pénzt a Fidesz. No, és akkor egy utolsó témára ugorjunk, hogyha megengedik, a koronavírus helyzet, mert hogy úgy tűnik, hogy ez most már gyakorlatilag kampánytéma lett, és mindenki foglalkozik vele. Az ellenzék például ugye ingyenes teszteket szeretne, erre vonatkozott egyébként a nap kérdése is, és lássuk, hogy a nézők mit gondoltak erről. Ugye az volt a kérdés, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ingyenes koronavírus teszteket szeretne, vagy követel az ellenzék, erről lehetett szavazni. Hát szerintem nem nagyon kell magyarázni az eredményt. 94% egyetért, és 6% nem feltétlen ért egyet ezzel. Mindjárt erről is beszélgetünk, de nézzük meg egy rövid összefoglalót arról, hogy egyébként mi a mai aktuális helyzet. Éppen a déli harangszó idején gyújtottak mécsest az ellenzéki pártok képviselői a budai várban. Arra emlékeztek, hogy a világjárvány kitörése óta Magyarországon több mint 40 ezer ember halt meg. Annyi, mint Szekszárd felnőtt lakosainak száma. A világ országainak listáján Magyarország lakosság arányosan számolva negyedik helyen áll. 1 millió emberre vetítve 4158-an vesztették életüket a világjárványban. A listán csak Peru, Bulgária és Bosznia-Hercegovina előz meg minket. Európában a harmadikok vagyunk ebben a statisztikában, csak a bolgároknál és a bosnyákoknál haltak meg többen. Románia a lista 9. helyén áll, Ausztria 28., ott harmadannyian haltak meg, mint nálunk, Szerbiában pedig lakosság arányosan még kevesebben. Az ellenzék szerint a kormány nem tesztelt és nem hozott meg fontos járványügyi döntéseket, ezért haltak meg nálunk nagyon sokan koronavírusban. Kásler Miklós az Inforádióban beszélt az 5. hullámban várható csúcshalálozási adatokról. A Startban Lisiewicz Júlia pedig azt mondta, szerinte nincs szükség negyedik oltásra, az Omikron ellen 3 vakcina is megvéd. Szigorúbb járványügyi intézkedések viszont kellenének. Kampánytéma egy koronavírus helyzet? Szerintem nem. Azt hiszem, hogy kezdetektől fogva egy nagyon elhibázott járványkezelést láttunk. Sajnos tetézte a bajt az, hogy idehaza sokszor az a vagány, vagy az számít vagánynak, aki nem szereti a szabályokat, és nem is tartja be. És kifejezetten örültek idehaza annak például, hogy egy nagyon laza maszkviselési policyt követett mondjuk a kormány. Azt hiszem, hogy például az az inkompetencia, amit láttunk a tiszti főorvos részéről,
az elképesztő bizalomhiányt okozott. Az, hogy mindenki próbált valakihez fordulni, aki egészségügyi dolgozó, házi orvoshoz, ismerőshöz, bárkihez, akiben bízik, vagy a nemzetközi sajtóból átvenni olyan jó gyakorlatokat, amik más társadalmakban működtek, és közben pedig Müller Cecília és két egyenruhás rendőr jutott a magyaroknak, aki sokszor szerintem maga sem tudta, hogy miről beszél, és időnként önmagának is ellentmondott, sokszor napokon belül. Ez döbbenetes helyzetet eredményezett már a járvány első heteiben is. Zsuzsa, te hogy látod, újságíróként elég nehezen jutottunk információhoz, illetve hát most sem feltétlenül jutunk. Hát egyrészt igen, másrészt természetesen az ellenzéknek ebben igaza van, és ez tényleg el lett hibázva, és ezt már 100 milliószor elmondta mindenki. Viszont amit én látok, és természetesen kell ezzel kampányolni, mert kell erről beszélni, mert én azt látom, hogy ezt a Fidesz teljesen elengedte. De az a vicces, vagy inkább tragikus ebben, hogy gyakorlatilag minden a kezükre játszik abban, hogy ezt teljesen elengedjék. Kezükre játszik az, hogy eleinte még tényleg 10 halottnál is úristen az ember a szívéhez kapott, hogy mi történik. Most már a 200-akkal úgy dobálóznak, hogy fel se kapod a fejed. Az, hogy az emberek unják ezt már nem lehet már, az inger küszöb olyan magasan van, hogy nem lehet megütni gyakorlatilag. És akkor úgy előttem van, hogy így Orbán így beszélget a Káslerrel, hogy hát figyelj, eddig is megoldották, meg fogják oldani, figyelj, ez az Árpádházi kiállítás, ez mi, hogy benne van, hogy nem mi voltunk itt egyedül? Hát vegyetek meg, innen hülyéskedj. Tehát, hogy egyszerűen előttem van, hogy nagyobb összegben mernék fogadni, hogy egy ilyen beszélgetés lezajlott valakik között. Szóval ez kész, ez el van engedve ezzel, hogyha az ellenzék nem foglalkozik, akkor erről nem beszélünk. Kell erről beszélni? Én azt gondolom, hogy kell erről beszélni, ez egy tragikus szám, amit itt láthattunk. Ugye a negyedik legrosszabb helyzet 1 millió főre levetítve halálozás arányban a világon. Többször felhívtuk erre a figyelmet, és azt gondolom, nem kap elég figyelmet ez a kormánypártok részéről. Én jó néven vettem volna, hogyha mondjuk a kormánypártok is megemlékeznek ma, hiszen 40 000 honfitársunk hunyt el ebben a járványban, ami már lassan 2 év óta tart, és így az életünk része, tehát nyilvánvalóan a közéletben beszélünk erről. Amit a grafikonokon láttam, azon meg elképesztően dühös lettem, mert ez azt mutatja, hogy a 94% úgy gondolja, hogy jó törekvés az ellenzék részéről az ingyenes tesztelés követelése. Ez is lett volna rá. Ez indirekten azt is jelenti, hogy igénybe vennék a választópolgárok tömegesen, hogyha erre lehetőség lenne. Pénz is lett volna rá, ugye, Európai Uniós forrás. És egyébként emlékszünk, hogy nagyjából egy hónapja tömegével semmisítettek meg lejárt szavatosságú teszteket ebben az országban, ahelyett, hogy lehetővé tették volna az állampolgároknak az ingyenes tesztelést, hogy tőlünk nyugatabbra ezt megteszik. Ez a fajta felelőtlen járványkezelés bizony benne van abban, hogy ennyire rosszak a számok Magyarországon, erről pedig beszélni kell. Mint ahogy Anettnek volt egy posztja, amit hosszan nem tudunk kifejteni, mert körülbelül 1 percünk maradt, ami pont arról szólt, egy tanárnak adott válasz volt arra a helyzetre, hogy ő például ugye oltatlanként nem ment be ugye az iskolába tanítani, január 1-től nem lehet, és erre született egy válasz. Mi? Ugye, én azt ellenzem ebben a posztban, és egyébként mindig is elleneztem, hogy az embereket sarokba szorítsák. Azután, hogy egyébként egy rendkívül slampos járványkezelésnek voltunk a szemtanúi, és akkor, amikor már látják, hogy óriási probléma van, akkor Zsuzsa említette, hogy elengedte a kormány, egy dolgot nem engedett el, az oltást. Mert az egy kézzelfogható eredmény lehet, hogy ennyien és ennyien oltat. De tudják mondani a számokat, persze. Mindig is egyébként az erőszakkal operáltak meg azzal, hogy embereket sarokba szorítottak, azt hitték, hogy be tudják oltani az összes tanárt, tájékoztatni kellett volna, és a választás szabadságát meghagyni, nem pedig bizalmat rombolni, sokkal előrébb tartanák az átoltottságban. Sokat fogunk még erről beszélgetni, szerintem itt is a Nap hírében. Egyelőre köszönöm szépen, hogy itt voltak, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is tartsanak velünk.